Forczek Jánosné február 12-én ünnepelte a 91. születésnapját. Ilonka néni az egyetlen asszony Sáriban, aki minden nap népviseletben jár. Ez még a maga édesanyjáé? 1904-es. Félig van szlovákul, félig meg magyarul. És akkor úgy van, hogy ha innen nézem, akkor szlovák? Igen. Úgy van? És ha innen, akkor meg magyar? Nem. Csak a fele. Uh-huh. Igen. És akkor még amikor maga fiatal volt, akkor még a templomban még szlovákul is imádkoztak, vagy inkább csak otthon? Ami első imádó volt, az a Balog Miklós bácsi a szlovákul templomban is így igen? imádkozott. Igen? Előre még nem, no, igen, is előtt. Igen. De az Éva néni már nem, ugye? Az Éva néni már nem. Az Éva néni volt utána az előimádkozó? Igen, az már utána volt a Balog Miklós bácsi. Először tehát a Balog Miklós bácsi még szlovákul imádkozott. Még a mise előtt. Igen, templomban. Uh-huh. Akkor és az Éva néni már egyáltalán nem? Hát lehet, hogy az is imádkozott szlovákul még akkor, de aztán már... Uh-huh. Az Éva néni a maga szüleinek a korosztálya? Igen. Ugye? Az Éva néni lányával voltak maguk egyidősek, nem? Az idősek. Egy évvel idősebb volt, mint én. Igen. Aha. Melyik korban érezte magát a legjobban? Melyikre emlékszik vissza legjobban? Mit tudom én. Fiatal koromban akkor szaladgáltunk. Hát az a legjobb, igaz? Az. De akkor nagyobb fegyelem volt, mint most. Akkor nem engedték nagyon vasárnap délután, ha nem ment templomba, akkor nem mehetett csavarogni. Uh-huh. Akkor... És mi volt a csavargás? Az mi volt? Vasárnap délután el lehetett menni sétálni egyet? Hát lányokkal, faluba. Uh-huh. Faluba ott. Találkoztunk, beszélgettünk, szaladgáltunk, fiúk előtt, kupucskáltunk a deszkákon. és a lányok mondjuk, amikor gyerekek voltak, akkor mit játszottak? Milyen játékot tudtak játszani? Hát akkor mi volt? Nem? Babáztak? Nem, inkább. Babák nem voltak, csak a csináltak. Meg írjét, bulpi. Nem tudja mondani magyarul. Nem mondja szlovákul, mondja szlovákul. Gulbi, mondja neked, hogy gulbi. Jó, hogy építettek ilyen kis... Nem, hanem nem. Mert a gulkal utább... Golyokkal. Ja, golyok. Aha. Golyós játék? Az, kint. Egy pohár pezsgővel és jó kívánságokkal még egyszer felköszöntötték Ilonka nénit. Hát akkor Isten éltesse, még nagyon sokáig. Hát hogy még sokszor tudjuk találkozni, meg akkor remélem, hogy a Miki betartja a szavát, és a héten az egész család egészségére az újonnan jöttekre, és akik gyarapítják a családot. Mert hát maradjon közöttünk sokáig, meséljen ettől a fiataloknak sokat. Hát vasárnap volt a születésnapja, hogy itt voltak. Itt voltak. Itt unokák is jöttek. Meg kérjél számon a fiataloktól a templomba járást. Mert nem véletlenül mutat példát. Azt szoktam mondani, hogy ő imádkozik értünk. Az fontos, de ha nem lesz, akkor ki fog. Úgyhogy addig kényelmesen átradöltök. Mi a mama úgyis imádkozik. Most már az Ilus jár. És akkor mindig egy valaki, mi? Az lenne jó. Erzsike, mindig azt szoktam mondani, képviseljél engem. Az igazi, hogy együtt imádkozom. Minél többen, igaz? Na, ígyunk erre, hát ez is változik. Egészségünk. Hol van most az a tér, ami volt akkoriban, mikor ilyen magas hó volt, meg minden, hordták a kocsival az udvarokból, mert nem tudom, és most meg hó sincs. Azért mondom, most az emberek, meg az idő, meg minden más, nem az, ami volt ezelőtt 50 évvel. Hát és annyira változik minden, hogy valószínűleg akik most gyerekek, és majd ha ők megérik az idősebb kort, akkor ők ugyanúgy fogják látni, hogy mekkorát változott a világ. Hát biztos. Sokat csak olyan. Mama volt megnézni a határt is. Még a Szentgyörgy határán is elvitt a Feri. Igen. Hegyre, úgy le, össze-vissza arra Magdeleken, és néztük a tankokat, meg a gödröket, ahol bombáznak. Bombáztak, mikor gyakorlatok. A kastélyt megnézte, hogy romba még van. Bent is voltam, de
Hol itt Mántereken? Mántereken a stéba, de hát oda nem lehet, mert fél az ember, hogy le. Uh-huh. A lépcsőről, és lépcsőn is össze volt ott. Törve minden. Törve minden. Uh-huh. Elvitte és jártunk. Uh-huh. Ilonka nénitől elköszöntünk, és Balogh Vince bácsiékhoz mentünk, akit 93. születésnapja alkalmából köszönhettünk fel. Mennek ezek az évek. Mennek, és hogy vannak? Megvagyunk. Most már itt a tavaszt jönnek a kinti munkát, nem? Hát az elég várjuk, ki mennek el. Már most már szép napsütés van. Ja. Én már tegnap gerebézgettem az utcát, az árkot. Vince bácsi is van erő? Hogy érzi, hogy jön a tavasz, van erő a kinti munkákra? Persze, már várom, hogy kérdezik már az emberem az évet. Hosszú ilyen volt ez a tél, meg hideg volt, mert régen volt ilyen hosszú hideg tél. Igen. Azt mindenki mondja a télében is, hogy éveket mondanak, hogy nem volt ilyen vagy olyan idő. Na, Vince bácsi, akkor Isten éltesse. Isten éltesse. És azt tudják, hogy ez a házasság hete? Akkor ígyunk arra is, erre a tartós hosszú házasságra, ami... De igen, hát az van. December 16-án lesz. Na jó, csak ez a hét a házasság hete. Ja, ez a házasság hete. Tényleg. Ez a házasság hete. Úgyhogy akkor a születésnapra is, meg akkor erre a hosszú házasságra is. És ilyenkor, amikor tél van, akkor mivel tudják? Mert ugye, amikor jó idő van, akkor kint dolgoznak. De télen azért nem nagyon van mit csinálni. Nincs. Akkor mivel tölti az időt Vince bácsi? Hát akkor a Vince gondoskodik róla, hogy legyen mit csinálni. Igen? Ja. Sorjázni van ott néhához nekem. Gombokat nyomkodok. Igen? Nem ilyent. Nem olyat. Másfajta. Igen? Ja, van egy kis összeszerelni valamit. Aha, és ez tükörgombnak az alját berakják a tetejét. Igen, és akkor azt a Vince bácsi azt csinál meg, igen? Mint a Frésbe. Olyan erős ujjai vannak, mint a... A gépjei dolgoznak mindenfélét, és akkor mindig hoz valamit. Valamit sorjázni valót, vagy kis apró napokat. És ez mivel sorjázza? Valamit is lesz előre. Letörik a belőle. Ja. Letörik, persze. Hát aztán mondjuk vannak ezek a kis kések, meg ezek a mazes litterek, de most olyasmi nincsen, de... Tehát elég, hogyha csak letörítezi. Csak letörés, akkor utána van finomítva a számolásra. És ez mindennapos elfoglaltság? Hát nem. Mert mindennapos? Nincs mindig. Nem, annyit nem hoz. Nincs mindig. Volt már, hogy itt panasztottak, hogy unatkozunk, meg minden, mondom, jó, majd holnap hoztam egy lakás valamit, egy ilyen gombot is nyomni, meg törni is, meg ilyesmit, hogy szeretnek. Én valamikor szerettem varni is sokat, ugye hoztak, de már most ugye az elmúlt. Hát de még egy évvel ezelőtt, vagy két, másfél évvel ezelőtt még tetszett varni. Igen. Most már nem? Már nem. Magunknak, ha kell valamit. Szétrombolok valamit, azt újat csinálok belőle. Szeretek babrálni ilyeneket. A lényeg, hogy legyen valamit kell kitalálni. Ja. Ilonka néni a farsang alkalmából csöröge fánkkal várta a vendégeket. A beszélgetés közben elmesélték, hogyan házasodtak össze titokban más párokkal együtt a II. Világháború idején. És így együtt volt egyszerre az eskü, egyszerre összeadta magukat a pap? Egy sorban. Tehát akkor nagy rokonság sem volt ott? Nem. Hát szinte csak maguk, mi? Csak. Szülők? Kendőbe, fekete ruhába. És szülők? Se szülők, senki nem volt, mi? Senki. Nem a keresztanyám, a Csékicska Ilona. Az volt? Az volt. Na, a tanulónak ő van. Uh-huh. Azok Ináccson laknak. Uh-huh. És a szüleik, nem? A szüleik sem? Mi szüleik? Igen. Uh-huh. Hát a jó ég tudja. Lehet, hogy ott volt. Hát... Nem csak. Hallottuk sose, hogy ott voltak. Hát lehet, hogy ők nem bujkáltak, mert akkor elég csak nagy csapat lett volna. Uh-huh. Jaj, igen, mert mondom, csak olyan titokban ment. És akkor utólag sem volt semmi? Utólag sem... Volt lakzi? Nem. Akkor itt szépen csendesen. Igen. Majd ha... De annál tartósabb. meg nem kaptak annyi sok ajándékot, mint mostanában. Valakitől egy bögre zsírt, vagy mit mondtad? Igen. Nagypapa vett egy kis lemezbizes kis fazekat, meg mit kaptam a keresztmányától, ilyen apróságokat. Mert régen még adták a sok edényt. Uh-huh. Amikor még igen, én emlékszem. És akkor ezzel lódultak neki a
házas életnek ezzel indultak neki? Így bizony. Meg apuka csinált ágyat, stellázsit, összebarkácsoltak. És hol laktak, amikor összeházasodtak? A Karikáséknál egy kamrába. Uh-huh. Ott szép kis szobát csináltunk, sublót, meg szóval szép volt. Hát ugye otthonosan berendezték. Igen. Azok a nagynéném volt. És a Vince még oda született? Nem, én ott. Én a Forvi. Ott született, ahol lakik. Saját szomszédomba született. Igen. Igen. Ott született. És ott volt a takarba. Igen. Nem tudom, ti valamikor tudtátok, nem már Forvi. Ott volt. Forvi, ilyen öreg gaglegény volt, az ott lakott, meg a hosszú Tereza. A Terezára emlékszem? No, hát annak a testvére. Annak a testvére, igen. Ilyen hosszú Tereza. Akkor igen. Majd jó egészséget kívánva elköszöntünk Vince bácsiéktól. Vince bácsi, akkor legyen jó egészség, jó bor, meg szép asszony. Jó egészség. Adnék én nekem. Ránézni valami szemre.